Juhász Zoltán polgármester köszöntötte Nagykálló lakosságát a kedveste rendezett lakossági fórumon. Őt követően a fórum vendége Balogh Zoltán az április 8-ai választás fontosságáról és üzenetéről szólt a jelenlévőkhöz. Az emberi erőforrások minisztere kiemelte, nem állítja, hogy az elmúlt 8 évben hibátlan kormányzás történt, szerinte még számtalan dolog van, amit el kellett volna végezni. Mint mondta, a legfontosabb viszont, hogy arra a kérdésre, melyen Magyarország jövője múlik, jó választ adtak. Bízom benne, hogy azért a környéknek a lakossága, Szabolcs-Szatmár-Berény megye lakossága érzékel, azért olyan fejlődés indult meg itt az elmúlt időszakban, nem csak a gazdaság területén, hanem a bérek területén, bízom benne a közszolgáltatások területén is, amit meg kell védenünk. A tét az, hogy meg tudjuk-e védeni attól a kulturális, migrációs válságtól, ami fenyegeti Európát és fenyegeti Magyarországot, és hogy olyan emberek jönnek ide, akik nem a mi kultúránkat, nem a mi hitünket, nem az mi életszemléletünket osztják, hanem valami idegen dolgot akarnak idehozni, ami veszélyt jelent az életünkre. Tehát a kérdés az, hogy bevándorlóország leszünk, vagy nem leszünk, mert ha az leszünk, akkor mindez, amit az előbb felsoroltam, azt el fogjuk veszíteni. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője gratulált Nagykálló lakosainak. Mint mondta, az elmúlt években történt fejlesztések és beruházások nem valósulhattak volna meg nélkülük. Hozzátette, Nagykálló egy dinamikusan fejlődő város, amit mi sem bizonyít jobban, hogy 2014 óta 3,5 milliárd forint összegű fejlesztések valósultak meg a városban. Itt a szennyvíztelepnek az építésére gondolok, az ivóvízminőségjavító program megvalósítását, a 49-12-es Újfértó-Érpatak Nagykálló összekötő útnak a megépítésére gondolok, a Kálló közprogramra és a Kiskálló programra külterületi és belterületi kerékpárutak építésére, úgyhogy ebben a 8 nagy programban 3,5 milliárd forinttal gazdagodott Nagykálló városa és a térsége. Azonban 6 új program indul hamarosan a városban, ez mintegy 2 milliárd forintot ölel fel. Az új fejlesztéseknek köszönhetően vállalkozói inkubátorház épül a városban, amely a kis és középvállalkozások elindulását segíti majd. Emellett a terület és település fejlesztési operatív programban 130 millió forintos pályázatból növelni kívánják a munkaerőpiaci foglalkoztatást, valamint a Nagykállói iskola energetikai korszerűsítése is elkezdődik az idén.